Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Térségünk című műsorunk mai vendége, Fazekas Szabolcs, Tomaj Monostora polgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm a nézőket én is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ebben a műsorban térségünk különböző településeit mutatjuk be a polgármestereik segítségével. Így a beszélgetésünk kezdetén, ha néhány mondatban lehetne bemutatni Tomaj Monostorát, mi lenne az a pár mondat? Hát igen, nehéz néhány mondatba bemutatni, hát ha beszélnem kell róla, akkor két napig itt tudnánk ülni. Egy szép dolgot tudnék a településre mondani. Képzeljük azt el, hogy most egy idegen ül itt, aki szeretne ellátogatni Tomaj Monostorára, mivel keltené fel az érdeklődését, mi lenne az a pár mondat? Hát Tomaj Monostora az egyik legkisebb település a térségben, egy 720-30 fő körüli lakosságszáma, de dinamikusan fejlődő település. Méreteinkhez képest sok fiatal születik, tehát sok kisgyerek van, sok fiatal van, iskola, óvoda üzemel a településen, önálló orvosunk van, és hát nagyon szép kis csendes település, egy igazi éden, én úgy gondolom. A varázsszó elhangzott a gondolat sorában, a dinamikusan fejlődő település. Ahhoz, hogy egy település dinamikusan tudjon fejlődni, ugye az ott élőknek kell, hogy legyenek elképzeléseik, kell egy vezető, aki ezt a fejlődést, ezt a dinamizmust tudja irányítani, illetve megtalálja megfelelő embereket ahhoz, hogy ez mindig is működjön. Tomaj Monostorán az embereknek, akik ott élnek, milyen lehetőségek adottak? Vegyük szépen sorba a területeket. Munka lehetőség milyen van Tomaj Monostorán? Igen, hát ez a 10. év, mióta polgármester vagyok. 10 éve folyamatosan én vezetem a területet, és folyamatosan azzal a csapattal, akivel a kezdetektől indultunk. Hát először indultunk 7-en, aztán az önkormányzati törvény változását követően 4 képviselője van a településnek. Hát ezzel a csapattal 10 év alatt kezdtük lassan felépíteni a településnek az arculatát és a lehetőségeit. Hát nem volt könnyű dolgunk, teljesen a nulláról indultunk, én azt gondolom, és hát a legrosszabb időszakban kezdtünk, de aztán folyamatosan haladtunk előre. Munkalehetőség 2006-ban semmi nem volt a településen. Tönkrement a TSZ, bezárt, értékesítésre került a telep, azt követően az állami gazdaság, a kunhegyesi nagyipari üzemek folyamatosan leépítették az ingázó dolgozókat, ezek a nagy állami építőipari vállalat és hasonló képződmények megszűntek, és hát közel 200-250 munkanélküli volt a településen. Abban az időszakban nem volt ilyen közmunka, különösen az első két évben, ilyen 10-15 főt tudtunk felvenni néhány hónapra, és hát ez azért a településre nagyon ráütötte a bélyegét, nem volt vásárlóerő a faluban, nem volt semmi fejlesztési lehetőség. Aztán lassan elkezdtünk első körben a közmunkával embereket felvenni, mindig bővítettük a létszámot. A legmagasabb létszám 160 ember volt, most ezt elképzeljük egy 700 fős faluba, ahol a településnek a 60%-a gyerek meg nyugdíjas, hogy itt mi voltunk, mint önkormányzat legnagyobb foglalkoztató. Lassan elkezdtek ezek a kisebb vállalkozások erősödni. Elsőként Dunaharasztiból egy erős vállalkozót letelepítettünk, ő egy brikettüzemet nyitott első lépésben, ott felvett 3 embert, aztán épített egy apartmansort, azt az idén ősszel adtuk át, most pedig egy ilyen iskolai asztalos tanműhelyt fog kialakítani. Tehát ez az egyik pont, ahol piaci munkát teremtettünk. A másik, megvásárolták az ABC-t, ott addig egy ilyen csökkent színvonalon szinte alig lehetett valamit drágán venni. Ez átépítésre került, ez a falu közepén van ez a épületegyüttes, és hát ott most 7 vagy 8 ember dolgozik, pontosan nem tudom, eladóként, árufeltöltőként, és egy szép impozáns épület lett az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal mellett.
amellett én ott a településen mezőgazdasági vállalkozó is vagyok már most 18 éve. Nálam is mindig emelkedett egy picit azoknak a száma, akit fel tudtam venni. Bővítettem a portfóliómat, feldolgozással elkezdtem foglalkozni. Tehát most nekem 63 alkalmazottam van, abból kb. 25 a településre került ki, és hát ez is a 2006-ban mondjuk nem volt csak 5. Tehát piaci munkát is tudtunk bővíteni. Hát számtalan tervünk van még a településen, amivel fogjuk erősíteni ezt a piaci munkát, mert én úgy látom, most a közmunka egy picit fárad, az emberek kezdenek érdektelenné válni, a teljesítmény kezd csökkenni, úgyhogy most egy picit fel fogjuk rázni a következő évben ezt a foglalkoztatást is. Az önkormányzat alakított egy önkormányzati KFT-t, a Protomaj Monostor KFT-t. Itt azokat a termékeket, amiket a start közmunkában megtermelünk, azokat dolgozzuk fel elsődlegesen, és a közétkeztetésnek a hasznára fordítjuk. Itt építettünk egy zöldségfeldolgozó üzemet, amiben a start munkával elhelyeztünk egy hűtő és egy fagyasztókamrát is. Ezek már mennek, ebbe a KST-be is dolgozik 6-7 ember. Ezek bár piaci munkán vannak, de szervesen az önkormányzat intézményeihez kapcsolódnak. Igen, polgármester úr beszédében is lehet érezni ezt a dinamizmust, és most már érthető, hogy miért fejlődik Tomaj Monostora ilyen dinamikusan. A szociális ellátás, családtámogatás is megoldotta a községben. Igen, egy 3 évvel ezelőtt átépítettük az egész szociális ellátórendszerünket, mind épületileg, mind szervezetileg. Korábban egy ilyen óvodaépületben volt elhelyezve, amiben még a szüleim is jártak óvodába, és már akkor is rossz állapotban volt. Ezt lebontottuk, és építettünk egy nagyon szép épületet, családsegítő, gyermekjóléti szolgált és a házi gondozás itt kap helyet. Ugye egy növekvő igény van minden szempontból Tomaj Monostorán a házi gondozásra. Rengeteg egyedülálló idős van, és hát ez a falusi ember ez nehezen elképzelhető, hogy be fog költözni a gyermekekhez egy panelházba. Ez ott szeret, ahol élt, ott szeret megöregedni, és ott szeret meghalni. Tehát ezeket az embereket gondozzuk. Itt ilyen 50-60 körüli idős egyedülálló ember van a rendszerben, ki milyen szolgáltatást vesz igénybe. Vásároltunk személyautót, illetve Volkswagen kisbuszt is abból a célból, hogy gyógyszerkiváltás, behozni karcagra a kórházba, tehát ilyen egyéb szolgáltatásokat is tudunk nyújtani. Több részét ingyenesen, néhány a térítési díj ellenében, ahogy a törvény megengedi az idősek számára, valamint a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is nagyon komoly munkát végez a településen. Én úgy gondoltam a képviselőtársaimmal együtt évekkel ezelőtt, hogy rengeteg üres ház van, ezeket meg kell vásárolni. Így valamilyen szinten kontrollálható a beköltözőknek a színvonala, és hát itt az önkormányzat ezeket az üres kisházakat nem hagyta, hogy összedőjönnek. 4-5-öt minden évben megvásároltunk, felújítottuk a meglévő dolgozói gárdánkkal, és ilyen szükséglakásnak biztosítottuk. Közel 10-12 család költözött ide a településünkre, olyanok, akinek semmi gyökere, semmi kötöttsége nem volt. Egyszerűen mondjuk az utcára kerültek, elárverezték a házukat, és volt 2 gyerekük, vagy 3, ezeket a családokat begyűjtöttük, és hát itt is nagyon erős a családgondozásnak a szerepe. Elég komoly szakmailag felkészült garnitúránk van, és ott ugye a napi gondokat, ezeket a családoknak újra kell kezdeni az életet, gyereket iskolába járatni, megtanulni, hogy mi az a család, hisz sokat már szétszakítottak, a gyerekeket elvitték az állami nevelőintézetekben, ezeket a családokat összeegyesítettük. Tehát nagyon nagy szerepe van a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatnak. Volt szerencsém Tomaj Monostorán az iskolát látni kívülről is, bevülről is. Egy szépen felújított, napelemmel ellátott iskola, mellette egy kis játszótérrel. A köznevelés rendszer hogyan működik a községben? Óvoda, iskola milyen keretek között, illetve ön számára ez mennyire fontos? Igen, hát az iskola az egyik szívügyem és a büszkeségem is, úgy gondolom. 2007-ben 73 gyerek volt az iskolában, ez volt a Tomaj Monostor történetének a mélypontja. Számításaim szerint általában egy településen annyi iskoláskorú gyerek van, ami a lélekszámnak a 10%-a, tehát nagyjából ez egy jó szám volt, csak számunkra nem volt elfogadható. Ugye 2006. októberében megválasztottak településvezetőként, akkor 86 gyerek volt az iskolába, és hát ha ezt elosztjuk 8-szor, akkor könnyen belátható, hogy nincsen 11 gyerek.
December körül a költségvetési törvény utolsó szavazásánál elfogadták azt, hogy ahol amelyik 5. osztályban nincs meg a 23 gyerek, ott nem lehet indítani. Na most ez volt a kis településeknek a környékünkön a halála. Hát hogyan lett volna meg 23 gyerek, mikor 2 osztályban nem járt 23 gyerek? És hát ezt nagyon jól a Gyurcsány kormány kiemelte, hogy az a legkritikusabb év demográfiailag, ami akkor 5. osztály volt, és akkor szépen a mi 5. osztályunkat a következő év szeptemberétől, azt hiszem 8 gyerek volt, 5-öt beírattak Tisza Szent Imrére, 3-at beírattak Tisza Füredre. Na most itt úgy gondoltuk, hogy az iskolának vége, de egy nagyon erős tanári kollektíván van. Én úgy gondolom, a térségben az egyik legjobb csapat. Iskolaigazgató ebben a ciklusban alpolgármester, korábban több cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt, és hát ez nekünk egy nagyon fontos dolog volt. És hát elindítottuk ezt a dolgot, a gyerekeket elvitték Szent Imrére, illetve Tiszafüredre. Rá következő évben az összes gyerek egy kivételével visszairatkozott, inkább vállalta, hogy egy osztályt ismétel, csak helyben akar iskolába járni. Innestől ott egy osztályom kimaradt. És hát egyetlen egyszer nem voltam a mostanában ballagás, mikor ez az osztály a 8-ot elérte. Most elkezdtünk az iskola színvonalán emelni, úszásoktatást bevezettük a tanrendbe, az óvodától kezdve az angol oktatást, 2 tannyelvet oktatunk, számítástechnikai hátteret felerősítettük, létrehoztunk egy alapítványt, ami a gyerekeknek a tehetséggondozását, illetve az összes gyereknek az ingyenes nyári táboroztatását szolgálja. Tehát a gyerekeknek egy ilyen közösségi életet is adtunk, illetve vásároltunk első körbe saját pénzből, aztán különféle állami támogatásokból járműveket, és a szabad iskola választást kihasználva elkezdtük szinte egy ilyen piaci alapon kiajánlani az iskolánkat, és hát most ott tartunk, hogy 170 fölött van a tanulói létszám, a környező településekről érkeznek a gyerekek, és hát ezekkel meg tudtuk az iskolánkat tartani, ezekkel a gyerekekkel, akik nagyon jól érzik magukat, nagyon tetszik nekik ott ez a közösségi élet, és hát egy nagy csábító erő az ingyenes nyári tábor, valamint az úszásoktatás, alapítványi bálokon való szereplés, különböző műsorokat készítenek, tehát egy ilyen erős közösségi életet az erős oktatási színvonal mellett felállítottunk. Akkor elmondható, hogy ebben az iskolában úgy gondolom ízig-vérig pedagógusok vannak és művelik a hivatásukat, hiszen egy iskolának vonzereje az, hogy milyen a nevelőtestülete, milyen a kínálata. Hogyha a környező településekről is vállalva a szülők és a gyerekek is azt, hogy minden nap utaznak az iskolába, az azért erőfeszítés. Tehát valamit tudnak a Tomaj-Monostori általános iskolában, ez így legyen. Gondolom, hogy a kulturális életben is szervesen bekapcsolódik az iskola, ott a községben, de ezen kívül bizonyára működnek különböző civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, akik nem csak a kulturális élet területén, hanem más területeken is segítik a mindennapi életet. Igen, hát több civil szervezet jól működik a településen, én úgy gondolom. Az iskolához köthetően van a Tomaj-Monostora és Újszentgyörgy gyermekeiért közalapítvány. Ez az egyik sikertörténetünk. Én azt gondolom, hogy ez országosan is példaértékű, túl azon, hogy ezeket az említett nyári táborokat az alapítvány megszervezi. Ezen kívül a líderes beruházásokban is igen élen jártunk vele, építettünk egy játszóteret, ami a volt művelődési ház mögött található, egy nagyon modern fajátékokkal van berendezve, valamint most az ősz folyamán vásároltunk egy Volkswagen típusú kis mikrobuszt, 100%-os állami támogatással, ami tudja ezeket a gyerekeket szereplésre a szomszéd faluba vinni, ide-oda bármire tudjuk használni, valamint vásároltunk egy családi házat az alapítvány céljaira a Bodonyba, ahol egy ilyen saját nyári tábort szeretnénk kialakítani. Tehát rengeteg dologban részt vett az alapítvány, nagyon agilis vezetése van. A vezetőjét külön kiemelném, a tavalyi évben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta a munkájáért, és hát azt gondolom, hogy ez egy igen komoly elismerés egy embernek. Aztán itt működik még a településünkön a nyugdíjas klub, ami sose volt, ezt az előző választás ciklusban tettem egy ígéretet, hogy ezt segítem megalakítani, és megalakultak, és hát egy igen aktív lakóközösség a nyugdíjas
mindenre van idejük, szüleim is oszlopos tagjai, és hát tele vannak ötletekkel. Kinyílnak a lehetőségek, minden héten tartanak egy ilyen kis összejövetelt, névnapokat, születésnapokat, mennek a környező település hasonló nyugdíjas szervezeteihez vendégségbe, illetve hívják őket. Hát ők is jól megerősödtek, ők is vásároltak egy ilyen kis buszt, ne legyenek senkihez kötve, akkor tudjanak menni, amikor szeretnének, és hát itt is egy elég agilis vezetőt sikerült találniuk a településről, és hát itt én úgy gondolom, hogy az, hogy már néhány éve megy a dolog, az bizonyítja az életképességét, és jól működik. Akkor minden egyes korosztály megtalálja a helyét és az elfoglaltságát ezen gondolom. A településen. Az eddigiekből, ami elhangzott, én azt a tanulságot vonom le, hogy ez egy élhető település, igen, és mindenki megtalálja itt az elképzeléseinek megfelelő elfoglaltságot a hétköznapokban. A turizmusban mennyire tudnak bekapcsolódni? Igen, hát ez egy új pálya Tomályvonostól a község számára, elindultunk ebben az irányban, és én látok benne rengeteg lehetőséget is, mivel még nem volt egy forint idegenforgalmi adóbevételünk is, mint polgármester, anyagi lehetőséget is látunk benne. Egy néhány évvel ezelőtt, ugye Tomályvonostól egy érdekes település, ugye ez, hogy Tomály, ez két szóból tevődik össze, Tomály és Monostor, aztán ott élő emberek babonásak voltak, kértek még egy a betűt, hogy ne legyen 13 betű, igen. Így lett Tomály Monostora. Ott valamikor egy monostor állt. A Tomály település rész, az Kunegyes és Abátszalók között Nagy Tomálynak vagy Puszta Tomálynak hívják. Ott azon a részen terült el, és hát ott a II. Világháborút követő bombázásokban az a majorság, az ott lakó ilyen cserédlakásokat teljes egészében megsemmisült, és így a környező tanyavilágból, illetve onnan bekerültek a faluba az emberek. Na most ott volt egy ilyen öreg kápolnarom, és hát ez egy ilyen fájó pont, hogy a tomaiaknak ott van a temploma, a 60-as évek végén még miséztek, aztán az enyészeté vált, ugye a kommunizmus nem tekintett rá jó szemmel, egy vihar talán belecsapott a tetejébe, de aztán elholták. És hát ott volt egy torony, aminek nem volt teteje. Ezt ugyanaz az építés tervezte egyébként, mint az országházat, tehát egy igen komoly impozáns épület volt, és hát érdekessége volt még ennek az épületnek, hogy a 60-as évben volt egy festmény, és hát azt, mikor vége lett a misének, utolsó misét azt hiszem 65-ben tartották ott. A kunhegyesi katolikus pap bevitte a kunhegyesi templomba. És hát ez a képezet hányódott ott volt, és hát akkor egy idő után jött valami hozzáértő ember, vagy 3-4 évvel ezelőtt, és megtekintette ezt a szép képet, és hát kiderült, hogy ez egy oltár, egy három osztatú oltárképnek egy képe, és hát ez egy valószínű, most ezen vitatkoznak még, hogy ez egy Giotto festmény, vagy egy Giotto tanítványa, de mindenképpen a 15. századból való, és ez eddig ott volt kint. Tehát ez egy igen komoly kis kápolna volt, a nemes család építette, és hát úgy döntöttünk, hogy ezt felújítjuk, keressük a lehetőséget, de hát nem volt egy egyszerű dolog. Aztán rengeteget olvastunk, meg egy felkészült pályázatíró csapat is segített, hogy talán valami olyan dolgot kéne csinálnunk, ami a nagykunságot összeköti. És hát akkor ugye itt egy része a településeknek katolikus, a másik része református, és hát rengeteg felhagyott templom van, az azért jellemző, hogy igen kevesen járnak templomba, bár most a hitoktatások, hogy elindultak, én azért bízok benne, hogy a fiatalok vissza fognak térni, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor felújítunk többet. Csinálunk egy vallási tematikus útvonalat, megrajzoltunk magunk előtt, és hát beadtunk egy 500 milliós turisztikai támogatást. Hát ez azért egy hatalmas küzdelem árán, de végül is sikerült megnyernünk, és megvalósítottuk a környék több templomával együtt, felújítottuk. Volt olyan templom, amit sikerült teljesen befejeznünk, volt, aminek mondjuk az állagát megóvtuk, amelyikre kevesebb pénz jutott, hisz ebből az 500 millióból, ami bruttó 495 millió forint volt, azt hiszem bruttó értendő, ebből mi 11 templomot újítottunk fel. 11 templomot újítottunk fel úgy, hogy ebből talán egy a kumbadarasi, a tetőszerkezetét tudtuk megcsinálni, az összes többi az teljesen kész lett, tehát állagában megóvva, és hát egy ilyen kontármunkával összetákolva, hanem azért ahol eddig horgányzatlemeztető volt, oda én lezettetettem, tehát ragaszkodtam ahhoz, hogy mind olyan legyen, hogy meg lehessen 20 év múlva is mutatni. Tehát megcsináltuk ezt a vallási tematikus útvonalat, Kunhegyesen egy szálláshelyet is építettünk a volt munkásőrbázis
területén egy 60 fő befogadására alkalmas. Tehát ebbe én látok most lehetőséget. Emellett építettünk még a településen egy ifjúsági szálláshelyet, ami ettől az évtől fog úgymond beindulni, a gyerektáborozás céljait szolgálja. Engem is meglepett, amikor összeszedettem a kollégáimmal, hogy most ha ide jönne egy gyerekcsoport, mit lehetne itt elérhető távolságban mutatni nekik a Nagykunságból, a Tiszatóból, és hát mondtam, hogy először kezdjünk egy ötnapos programot, és akkor csináltak ilyen alternatív ötnapos programokat, és akkor rájöttem, ha ide jön egy gyerek, egy hónapig is tudjuk ide-oda vinni, és olyan érdekes dolgokat mutatunk neki, amit máshol nem lát. Tehát most egy ilyen vadregényes tiszai horgászatot, ha gondolunk, egy vízi erőmű bemutatását, ha csak a Tiszatónál maradok, aztán itt a Hortobágy, minden itt van közel hozzánk, amik igen érdekesek lehetnek egy más településre ide érkező számára. Turizmus, ezt a témát is kimerítettük, tehát aki érdeklődik ez iránt a környék iránt, az bátran felkeresheti, többek között Tomaj Monostorát is, illetve megtekintheti a tiszatavi templomok útján ezt a tematikus templomutat, tehát minden turistát szeretettel vár a község. Polgármester úr, én köszönöm szépen a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendőkben ez a község Tomaj Monostora mindenképpen fejlődésre méltó, és mindenképpen fejlődni fog, hiszen egy elkötelezett vezetés áll az élén, és úgy gondolom, hogy amiket elmesélt a civil szervezetek és az ott élő emberekkel együtt, úgy gondolom nem marad egyedül ebben a munkában az elkövetkezendő években. Kívánok hozzá egészséget és kitartást. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves nézőink!